A 26. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokra az ország minden részéből érkeztek kiállítók. A hajdónánási nyakas farm minden évben részt vesz az agrárszakma egyik legfontosabb eseményén. A sóbírálat során ezúttal is nagyon szép eredményt értek el szarvasmarháikkal. Két állattal jelentünk meg a kiáltáson, és hál' Istennek az első boros kategóriában sikerült elhoznunk a második helyezést. A kiáltást megelőzően hosszadalmas felkészülés veszi kezdetét, melyet kollégáim végeznek, hál' Istennek nagyon nagy sikerrel. Ez úgy működik, hogy az állatokat a termelőistállókból kiveszik, körülbelül a kiállítást megelőzően 3-4 héttel, és teljesen külön étrendet kap, illetve mossák őket, illetve fürdetik, illetve az állatok nyírása is ekkor történik meg. A nyakos farm állománya 4400 szarvasmarhából áll. Ebből 2000 fölött van a fejős tehenek száma. Emellett pedig 1700 hektáron gazdálkodnak. Nyakas Tamás már gyerekként belekóstolt a szakmába. 6-8 éves volt csupán, amikor édesapja már beültette az autóba és vitte magával. Kisgyerekkorom óta én ebben nőttem fel, és az adott volt számomra, hogy idősebb koromban, hogy az egyetem után is ezzel foglalkozzak. Ugye én nagyon szeretem ezt csinálni, és innentől kezdve egyértelmű volt, hogy ezt választom én is. Tamás szerint a folyamatos innováció, a fejlesztés elengedhetetlen ma az állattenyésztés területén is. Úgy gondolja, hogy enélkül nem lehet fennmaradni. Ugyanúgy, mint mindenben, akár autógyártásban, ugyanúgy, vagy a mezőgazdaságban, növénytermesztésben, az állattenyésztésben is olyan technológiai fejlesztések vannak, hogy ehhez ugye muszáj alkalmazkodnunk, és ha nem akarunk lemaradni, muszáj felvennünk a versenyt. Nyakas András, a Nyakas Farm tulajdonosa fontosnak tartja, hogy évről évre részt vegyenek a hódmezővásárhelyi kiállításon. Úgy véli, a verseny előbbre viszi, motiválja az ágazatban dolgozó szakembereket. Azonban szerinte nem csak a szakmai szempontok miatt lényeges, hogy ott legyenek a kiállításon. Tudjuk, hogy tenyésztésben tulajdonképpen, hogy hogy állunk, azért azt mindig tudni kell. Ismerjük a partnereinket, ők is előállnak mindenféle szempontból, tehát szép állatokat hoznak fel, és hát mondom, még egyszer mondom, a baráti találkozás az mindennél többet ér. A finom falatok idén sem maradhattak el. A Nyakas Farm ezúttal is különleges menüvel készült. Mi egy, nálunk úgy nevezik, hogy öhöndes, lambuc ágyon egy őszpörköltel készültünk, és egy kis desszerttel. Természetesen pálinka és bor az nem maradhat el előtte. A hajdúnánásiak a hagyományok szerint főzték meg a slambucot, úgy, ahogyan azt egykor őseink tették. Ez a slambuc egy krumplis étel, régi pásztor étel. Szalonna, krumpli, száraz tészta az alapja, só, paprika. Ez volt az alapfűszer, ezt addig főzték, még teljesen össze nem sűrűsödött, és úgy tartották, hogy 32-szer kell megforgatni, utána szabadott volt hozzáfogni az evéséhez. A slambuc mellé szarvaspörköltet kínáltak. De vajon a hajdúnánásiak szerint mi a titka a jó vadpörköltnek? A fűszerezés tulajdonképpen ennek is, a vadfűszerek, ugye a vadaknak megvan egy jellegzetes édeskés íze, és több fűszert kell belerakni. Sósabban kell főzni, és a borókabogyó, ami dominál ebben az ételben.